Ezzel a szertartással vették fel az ifjú szilvai sebesként a Börzsöny nehéz gyalogság bandériumába. A jelenet a 39. visegrádi nemzetközi palotajátékokon játszódott, és jól szemlélteti, hogy milyen próbákat kell kiállniuk az ott szereplő harcosoknak. Az idei rendezvény a hőség miatt még nagyobb erőpróbát jelentett a fellépők számára. A páncélos lovagok például az alsó ruhára fegyverkabátot hordtak, ami két réteg vászon vagy bőr közé hurkásan gyapjúval keményre tömött kabát volt. Erre vették a sodronyinget, amire még pikkelyekből vagy vaslemezekből készült mellvért került. A kézre, lábra is egyre több vaslemez csatoltak, idővel ebből fejlődött ki a teljes lemezpáncélzat. A páncélok gyakran fémekből, például acélból készülnek, amelyek jó hővezetők. A fém gyorsan felmelegedhet a napfény hatására. A lovagok mellett a többi fellépőnek sem volt könnyű dolga. A táncosoknak, valamint a többi kosztümös fellépőnek is két rétegű és vastag a ruházata. A háromnapos fesztivál a középkor legjelentősebb eseményét, az 1335-ös visegrádi kongresszust idézi meg lovagi tornákkal, koncertekkel, táncelőadásokkal, vásárral, múzeumi programokkal. A palotajátékok rengeteg ember áldozatos munkájának köszönhetően jön létre. A fellépők sok időt töltenek a felkészüléssel, a koreográfiák betanulásával, valamint a hagyományőrző, történelmileg hiteles viseletek elkészítésével és fejlesztésével. A három nap folyamán szinte megszakítás nélkül zajlottak az események, kezdve a reggeli vonulással, mely a Magyar László tornacsarnoktól egészen a királyi palotáig tartott. A nap folyamán több lovagi torna is zajlott, ahol a résztvevőknek a legjobb formájukat kellett hozniuk a nyári hőségben. A lovag gondozása külön figyelmet igényelt, hiszen számos lovas bemutatóval szórakoztatták a közönséget. Sötétedés után is zajlottak a programok, a rendkívül látványos esti fáklyás felvonulással, lovagi tornával, tánc és tüzes zsonglőr bemutatóval kápráztatták el a közönséget a fellépők. Az esti előadást követően a fellépők számára sem maradt el a szórakozás, hajnalig szólt a muzsika, amelyre már együtt táncoltak azok is, akik a lovagi tornák csatáiban ellenségek voltak. A palotajátékokra mintegy 10 országból több mint 1000 szereplő érkezik minden évben, akik nagy része visszatérő, így egy összeszokott, baráti közösséget alkotnak. A fesztivál, mely Visegrád legfontosabb kulturális eseménye, valódi közösségi együttműködés eredménye minden évben. A város lakosai segítettek a rendezvény lebonyolításában, pénztárosként, jegyszedőként és rendezőként támogatva az eseményt. A ProVisegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Által szervezett rendezvény nem csak hazánkban, hanem egész Közép-Európában is a legnagyobb művészeti és történelmi fesztiválok közé tartozik. Az idei palotajátékok ismét bizonyította, hogy a történelem és a hagyományok iránti tisztelet, valamint a közösség összefogása képes felejthetetlen élményeket nyújtani. A több tízezer ember, akik ellátogattak Visegrádra, egy időre valóban a középkorba képzelhették magukat, és elfeledkezhettek a saját jelenükről. Az élmények és emlékek pedig még hosszú időn keresztül kísérik majd őket.